Az előbb hallott dallamok nem egy komoly zenei koncerten hangzottak el, hanem egy projektnyitón, amelyet 2014-ben tartottak a Babits Mihály Kulturális Központban Szekszárdon. A projekt neve Jó Lépés, a leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerőpiaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása. Az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület ismét lépett egy nagyot és úgy döntött, hogy a Jó Lépés programmal tovább halad a már megkezdett úton. Ez az út nem más, mint mások, jelen esetben a hátrányos helyzetű megváltozott munkaképességű személyek visszavezetése a munkavilágába. Nagyon nem mindegy, hogy hogyan, honnan nézünk rá a dologra, hogy azt erősítjük-e egymásban, hogy mit és hogyan nem lehet, vagy azt időnként és egymást is ráébresztjük, hogy mit, hogyan lehet. Talán Weissné Szabó Magdolna projektvezető gondolatai világítottak rá leginkább arra, hogy mi is egy-egy ilyen program lényege. Itt nem az a cél, hogy emberek csoportokba verődve keseregjenek sorsukon. Itt az a legfőbb szempont, hogy egy célcsoport kezét megfogják és elvezessék őket A-ból B-be úgy, hogy utuk végén tényleg azt érezzék, célba értek. Az Egyesület forduló elnevezésű programját a Jó Lépés követte, amely kis és speciálisabb, mint a korábbi projekt. A sajátossága az igazából abból adódik ennek a programnak a többihez képest, hogy ez kifejezetten a megváltozott munkaképességűekre koncentrál, tehát ők az elsődleges célcsoport, velük foglalkozunk, őket segítjük vissza, igyekszünk visszasegíteni az elsődleges munkaerőpiacra. Ebben a projektben közel 60 milliót nyertünk, 59 millió 600 ezer forintot, meg még valami apró is. Az előzményekről még talán annyit, hogy 15 év szolgáltatás, munkaerőpiaci szolgáltatás volt a hátunk mögött, mikor a program megírásába fogtunk. Ez azt is jelenti egyben, hogy több mint 4000 emberrel foglalkoztunk az évek során, mind álláskeresők, és több mint 1600 főt segítettünk tartós elhelyezkedéshez. Ez minden programban elvárás is volt. És úgy gondoltuk, hogy elég magabiztosan és elég nagy rutinnal látunk hozzá ehhez a Jó Lépés programhoz. Ebben a műfajban mégis új szolgáltatóként rúgtunk labdába, abban a kategóriában pályázhattunk, mert ennyire specifikus, tehát egy korlátozott célcsoportra fókuszált programunk nem volt még. A vállalásaink a pályázathoz kapcsolódóan azok úgy néznek ki számszerűleg, hogy 250 fő megváltozott munkaképességűt vonunk be programfutam ideje alatt, ami ugye 2 évet tesz ki. Ez idő alatt, tehát hogy ebből a 250 főből 60 főt helyezünk el az elsődleges munkaerőpiacon, ami nagy szó ebben az esetben, főleg, hogy elsődleges munkaerőpiac, és nem védett foglalkoztatónál, ahol ugye azért nagyobb eséllyel indulnak a megváltozott munkaképességűek, tehát egy nagyobb kihívás. Miért is jelent ez nagyobb vállalást, tehetjük fel a kérdést teljesen joggal. Vannak olyan foglalkoztatók, akik csak megváltozott munkaképességűekkel dolgoznak, éppen emiatt számítanak védettnek. Speciális célcsoporttal dolgoznak, kicsit speciálisabb szabályozás vonatkozik rájuk. Az elsődleges munkaerőpiacon azonban teljesen más a helyzet. Ott, ha lehet ilyen sarkosan fogalmazni, mindenki egyenlő. Tehát egy megváltozott munkaképességű szemét ilyen munkahelyen elhelyezni sokkal nagyobb és egyben nehezebb feladat is. És a jobb oldalon a második az milyen? Kommunikációs gyakorlat egy csoportfoglalkozáson Szekszárdon. A szervezők a Jó Lépés projektet is számos programmal gazdagították, így a szituációs gyakorlatok mellett gyógymasszázssal, filmklubbal, karácsonyi kreatív foglalkozásokkal várták az ügyfeleket, a megyeszékhely mellett Pakson, Tolnán és Bonyhádon. Egy-egy ilyen rendezvény természetesen nem csak a közös programokra, hanem a nagy beszélgetésekre is lehetőséget ad. Ennek szerelmünk helyünkön a szép időket csinálni. Igen. Nagyon szép iszteket. És olyan csodálatosakat csinálni. Mik hozta be munkahelyet? Tényleg, hogy van az úgy? Dolgozik. Beszélgetni pedig bőven van miről. Hátrányos helyzet, 50 év feletti nők a munkaerőpiacon, mellőzöttség, a témák száma végtelen. Nagyon nehéz feldolgozni azt, hogy ilyen fiatalon, mert mondhatom azt, hogy 50 fölött le vagyunk robbanva, és nagyon nehéz elhelyezkedni, nincs munkahelyünk igazából itt Tolna megyében. Ami van egy, kénytelenek vagyunk itt maradni, de viszont szeretnénk minél hamarabb változtatni, mert ugye az ember érzi, hogy többre képes.
És szeretnénk kihozni magunkból a maximumot. Én legalábbis úgy vagyok vele. Terveim vannak, 4 gyerekem, 2 unokám, 3. most jön útba, úgyhogy én még ennél többet szeretnék, mert érzem, hogy többre vagyok képes, mint ahogy mondtam. Vannak, amiben hát tulajdonképpen érzékeltetik az emberrel, hogy már öregnek számít. A közmunkaprogramokban is azt vettem észre, hogy annyira minimális fizetést adnak a 8 órai munkára, hogy kicsit megalázó is, de a szükség az nagyon. Jelen pillanatban keresgélek munkát, de januártól több mint valószínű, hogy lesz. Már beadtam 2 helyre a önéletrajzomat, és munkaügyel itten Tolnán kapcsolatban vagyok. A projekt résztvevői egyetértettek abban, hogy soha semmilyen körülmények között nem szabad feladni. Mindig mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az ember akár több évtizedes kihagyás után is újra munkát, vagy sokkal jobb állást találjon. A Jólépés program azonban nem csak hogy segít, sok ügyfélnek gyakorlatilag a hitét adja vissza. Elkezdtem érezni, hogy motiválva vagyok. Mindezekre a dolgokra egy kicsit felfrissítsem, amiket már megtanultam, mind pedig a álláskeresésre. Mit üzensz a megváltozott munkaképességű embereknek? Azt üzenem, hogy ugyan, ha néha nehéz is, de feladni soha nem szabad, és előbb-utóbb a kitartó munka, mert nagyon kitartónak kell lenni, valamilyen eredményt hozni fog. Kitartás, kemény munka és remény fontos fogalmak ezek, melyekkel át lehet vészelni a nehezebb időszakokat is. Néha viszont az sem árt, ha támogatnak, segítenek minket, hogy az első jó lépés egyben a legmegfelelőbb is legyen.